Kedves diákok! Az ókori matematika és az ókori fizika ismertetése után elérkeztük az ókor utolsó témájához, az ókori kozmoszképhez. Megkérdezheti valaki, hogy miért ezt a kicsit túlbonyolított szót használom, vagy ókori kozmoszkép, miért nem azt mondom, hogy az ókori csillagászat? Hát azért, mert ez nagyon sok mindennel összefügg és nem pusztán csillagászat, amiről szólok itt a következőkben. Először egy kis magyarázat, mi a szónak, a kozmosz szónak az értelme. A kozmosz szó az az ógörög rend szóból adódik. Ugyanabból a szóból, mint a kozmetika, tehát pontosabban a kozmetika is ebből jön, az a kozmetika az ember külsejének a rendbetétele. Nos, hát az ősi időkben az emberek úgy tekintettek az égre, mint a rendnek a helyére, itt a Földön sok minden kaotikus, kusza, előreláthatatlan, ezzel szemben az égi testek mozgása sokkal rendezettebb, mint a földieké, előrelátható. A kozmos szerkezetéről és történetéről, hogy miket meséltek az emberek, ezek nagyon jellemzőek az adott ö, vallása, kultúrára, és ö, minden népnek, minden vallásnak az alapjait képezik az eredett történetek, amelyekben olyan kérdésekre válaszolnak, hogy van Isten teremtette a világot, rend van benne, mi mozgatja. Vagy hogyha több Isten teremtette, azoknak milyen a viszonya, és ö, erre a különböző vallások nagyon különböző válaszokat adtak. Ezzel itt most nem foglalkozunk, ez fizika történet. Mi egy ezzel mondhatni párhuzamos dologgal foglalkozunk, mit mondtak tudományosan az emberek, az égitesteknek, az égitestek körébe uralkodó rendről. Ez tudományosan is fontos. Az alkalmazások szempontjából is fontos, és nagyon kapcsolódik a mechanikához. Látjuk, hogy az ókori mechanikához is kapcsolódik de majd a modern mechanika megszületésében is központi szerepet játszik a mozgásnak a felderítése. Az égi és a földi dolgok kapcsolatára, hogy mit vallott az ókori ember, ennek a lenyomata látszik a kozmoszról alkotott képben. Aristótelészer ugye nemrég tanultuk, hogy az ő mechanikájában az égi és a földi mozgások teljesen eltérő természetűek. Az előző előadásokban tárgyaltuk ezt, ugye az égi mozgások örökké tartanak, körpályákon történnek a földi mozgások, természetes állapota az, hogy megnyugszanak, ha nincs hajtóerő, és itt teljesen eltér ez a kettő dolog egymástól. De már az ókorban megjelent az a gondolat, hogy az egész univerzumot, az egész kozmoszt, beleértve a földi és az égi dolgokat is, Ugyanazok a törvények irányítják. Talán a leghíresebb az úgynevezett smaragd tábla nevű dokumentum, aminek a pontos keletkezését nem tudjuk, időszámításunk előtt 10-12. századra teszik nagyjából, és egy Hermész Trismegistos nevű ö, szerzőnek tulajdonítják, akiről tudhatjuk, hogy nem egy létező ö, alak volt, hanem egy... Ö, mondhatni misztikus tanító mester, az alakjába beleötvöztek az egyiptomi tot istenből és a görög hermész istenből is elemeket. Akárhogy is, valamikor az időszámításunk előtti második évezred vége környékéről származik ez az ókori alapmű, ami évezredekig alapmű volt, például a középkori alkimistáknak is alapműnek számított ez a smarag tábla, vagy tabula smaragdína. Ennek az egyik első része az a következőt állítja. Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van. Hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd. Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. És persze még folytatódik, de számunkra most ez az érdekes dolog. Többszörösen kifejezi a szerző, akárki is volt az, hogy a fenti és a lenti dolgoknak egy közös természete van, mert egy közös eredetük van ezeknek a dolgoknak. Kinek van igaza? Ókori bölcselő állította az égi és a földi dolgok különböző voltát, meg azt is, hogy egyformák. A tapasztalat látszólag Arisztótelészt igazolja. Ha belegondolunk, hogy mit tapasztalatot ott az akkori ember az érzékszerevével, azt mondhatjuk, hogy Arisztótelész fizikája van közel a valósághoz. Pedig tudjuk, hogy nem. És pont ez lesz majd Newtonnak egy nagy eredménye, hogy kiutatja az égi és a földi mozgások azonos törvényeit, megadja, és óriási sikere lesz és elismertsége Newtonnak ezzel, de az majd több mint 2000 év múltán lesz. Azt mondhatjuk, hogy az a gondolat, hogy az égi és a földi törvények egységesek, ennek nincs természettudományos alapja az ókorban. Ö, hiába igaz, de ha belegondolunk, hogy milyen megfigyelési, mérési adataik voltak azoknak az embereknek, tudományosan nem lehettek ebből biztosak mégis hát voltak, akik ebben, ebbe hittek, hogy egységesek ezek a törvények. Nos, kicsit a konkrétumok fele evezve, nézzük csak meg, hogy az ókori ember mit láthatott, amikor fölnézett az égre. Nagyon fontos megegyezni, hogy az ókori ember sokkal többet nézett az égre, mint a mai emberek. Egyrészt azért, mert nem volt közvilágítás, kevesen éltek nagyvárosban, de még ugyan nagyvárosokban se volt mondjuk utcai világítás, tehát sokkal jobban látszott az égbolt maga. Másrészt meg több embernek a mindennapjait befolyásolta az égbolt, ha csak arra gondolok, hogy a legtöbb embernek nem volt órája, és egész a napkeltéhez meg a napnyugtához igazították a, az életciklusukat. Ö, szóval az általános megfigyelési tapasztalata az ókori embernek a következő pontokba volt összefoglalható. Hát látták az égen, leginkább a napot meg a holdat. Ez volt a két legfeltűnőbb égitest. Ezek jól láthatóan nem pontszerűek, kis korongocskák, nagyon sok fényt adnak, főleg a nap, de a hold a második, a holdhoz fogható, a napon kívül nincsen másik a az égbolton, sok fényt adnak, és ezek szépen körbejárnak az égen, tehát hogyha várunk, akkor keleten föl kell a nap, dele, lenyugszik, aztán a hold is ugyanezt csinálja, attól függ, hogy hol tart a holdfázis attól függően késik vagy siet a naphoz képest. Aztán a következő dolog, ami az égbolton látszik, az az álló csillagok, vagy röviden csak csillagoknak nevezzük őket, ma már, de a teljes nevük az állózott, vagy álló csillag. Sok-sok, tiszta égen egyszerre 3-4-5 ezer kis fénypöty látszik, amit a legjobb szemű ember se tud részletekre bontani, és ezek a fénypöttyök egymáshoz képes nem változtatják a helyzetüket és fényességüket. Ezeket nevezzük álló csillagoknak, egymáshoz képest állnak, mert valójában ők is fölkelnek és lenyugszanak, mint a nap és a hold. Aztán a következő égítes csoport, a bolygó csillagok csoportja, teljes nevük ez volt, Ö, ma már ugye ebből csak a bolygó maradt meg, tehát úgy hivatkozunk rájuk, mint hogy bolygók. Ezek csillagszerűnek látszó égitestek de a csillagokhoz képest folytonos, bonyolult mozgást végeznek. Mindjárt ezt majd bemutatom egy program segítségével. Mindezek, az álló és bolygó csillagok, nap és a hold, egyrészt végeznek egy napi mozgást, körülbelül egy nap alatt körbe járnak, úgy tűnik a földi szemlélő számára, hogy körbejárnak, a csillagok is felkelnek, lenyugszanak, a nap és a hold is, a bolygók is szépen mennek körbe-körbe. Mindez az emberbe vetheti azt a gondolatot, hogy esetleg a Föld forogna, viszont ezt elvetette az ókori ember, mert a Föld stabilnak tűnik, nincsen a mozgásra utaló jel. Éreznünk kellene, ha forog. Ezt mondták az ókoriak, de a legtöbb mai ember is ö, ezt mondja, és csak a sok-sok bizonyíték hatására hiszük el, hogy a Föld mégiscsak forog. Ez majd sokszor visszajön a fél év során, hogy milyen bizonyítékai vannak például a földforgásának. Aztán az égboltnak egy nagyon fontos sajátosság, az időbeli állandóság. Generációk, sőt, amikor elkezdték följegyezni az égi jelenségeket, akkor már mondhatták, hogy évszázadok vagy évezredek alatt is lényegében teljesen ugyanúgy történik minden a az égbolton. Ugyanúgy a holdfázisok ugyanúgy következnek egymás után. E és ezt megalapozottan mondták, mert például Babilónia, Mezopotámia területén e tényleg ezer éves feljegyzés sorozatát rendelkezés a csillagászoknak. Valamint térbeli állandóság is jellemzi ezeket a jelenségeket. Ha valamit megfigyeltünk, én nem tudom, Aténban, és elutazunk mondjuk Alexandriába, vagy máshova, ugyanúgy fog kinézni, csak nagyon-nagyon pici különbségek lesznek, de például az álló csillagok egymáshoz képest akkor is ugyanúgy néznek ki. Ezek voltak kb. ami az ókori ember számára rendelkezésre álltak ezek a jelenségek, Sajnos a mai ember számára nagyon sok ezek közül már nem e, ismert. Például, hát ugye a napkeltét, napnyugtát, az, meg a holdét figyeljük, de sokszor az embereket meglepi az, hogy az csillagok is fölkelnek és lenyugszanak. Ezért ezeket az ősi jelenségeket, hogy jól be tudjam mutatni, e, egy planetárium programot hívok segítségül, a, amivel felgyorsítva, lelassítva, szépen mutatom, hogy mi történik az égbolton. Nézzük csak, ez a mai este, így győrből, így látszik az égbolt, itt van mondjuk az Orion csillagkép, szépen itt az öve, itt vannak a vállai, itt pedig a lábainak a vége. Ugye az álló csillagok a, azok vannak darabszámra a legtöbben, és az emberi képzelet már régóta ezeket kiegészítette valami alakzatokra. Látjuk itt van az Orion, ez egy ilyen vadász alakzat, itt van a bika csillagképek, hát egy csomó minden. Most én ezt nem mondom, nem fontos igazán a számunkra a részleteknek az ismerete. Annyit jegyezzük meg, hogy az, hogy egyáltalán csillagképek vannak, annak köszönhető, hogy évszázadok alatt sem mozdulnak el egymáshoz képest az égbolton a csillagok, különben akkor nem tudnánk ezeket a csillagképeket év ezredes távolságban is ugyanúgy megjegyezni, mint ahogy mondjuk a görögök fölvázolták ezeket. Nos, szóval itt vannak ezek a csillagok, és ha rövid ideig nézzük az eget, akkor úgy tűnik, mintha állnának, és az a benyomásunk, Támadhat, mint hogyha ezek az álló csillagok egy gömbön lennének rajta. És valóban ez is volt az ókori ember elképzelése. Na most egy picit elkezdek játszani, és begyorsítom az időt. Nézzük csak, ha ezzel a planetárium programmal begyorsítom az időt, akkor már is eltelt egy nap, és látjuk, hogy nem csak a nap és a hold, ott kell a nap, ott jön a hold, persze akkor napközben nem látjuk a csillagokat, szóval nem csak a nap, meg a hold, hanem az égi testek is felkelnek, lenyugszanak, felkelnek, lenyugszanak. Első pillanatban most egy kicsit nézzünk a napra meg a holdra. Első pillanatban azt hinné az ember, hogy a nap meg a hold ugyanannyi idő alatt kb. 24 óra alatt tesz meg egy, egy látszolgos kört, de látjuk, hogy körről körre, napról napra, a hold lemarad ö, a naphoz képest, egyre jobban lemarad, és valójában a hold nem 24 óra alatt, ö, tehát két holdkelte között nem 24, hanem 25-26 óra ö, telik el. És a pontos megfigyelő azt is észrevehet, hogy a csillagok kelte és nyugta között sem pont 24 óra telik el, hanem attól 4 perccel eltér ö, ez az idő. És ezt az ókori emberek ismerték. Nos, itt van tehát a, az égitestek kelése nyugvása, ez az egyik, amit szerettem volna élőbe bemutatni. A másik, amíg az álló csillagok egymáshoz képest állnak, és fix rendszerben vannak, addig a bolygó csillagok, és most kiválasztottam a marsot, azok napról napra szépen odébb Ezt úgy tudom Könnyen bemutatni, hogy a planetárium programban szépen előre ugratok egy-egy napot, illetve egy kicsit még csalok, későbbre terelem az időt. Azt szeretném, hogy mondjuk fél tizenegy körül legyen éjszaka. Hát várjunk csak, elég lesz az fél tíz is. Azt szeretném, hogy a későbbiekbe se kelljen föl a nap ebbe az időpontban mert most minden egyes klikkentéssel egy nappal előre ugrok. És hogyha a kedves hallgatóság megfigyeli, akkor láthatja, hogy az álló csillagok egy fix hálózatot alkotnak az égen, de minden nap a mars egy picit odébb ugrik ezek között. És aki gondosan figyeli az eget, az észre is veheti, hogy ez tényleg így van, hogy minden nap a bolygó csillagok egy kicsivel odébb mennek az égi háttérhez képest. Behozom most újra középre a marsot, mert elkezdett elmászni, és akkor szépen ugrálok vele a marssal, látszik, hogy szépen ez megy odébb. Megy, 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 megy. Egy irányba látszik menni a mars, de most belassult, figyeljük csak. És most, idén novemberbe. Megfordul a Mars az égbolton, és elkezd a másik irányba menni. A az, a csillagok háttere e, előtt. És a Mars elkezd szépen a másik irányba közlekedni. Aztán utána megint megfordul. És újra ugyanabba az irányba megy, mint ahogy eredetileg látszódott. Nos, hát ezért nevezzük őket bolygó-bolyongó csillagoknak, mert a gondos megfigyelő napról napra, a kevésbé gondos megfigyelő mondjuk hétről hétre már észreveheti, hogy ezek más irányba látszanak a bolygó csillagok. Ezeket láthatta tehát az ókori ember, amikor az égre nézett, és érdeklődve szemlélte, hogy mi történik az égbolton. Fontos megjegyezni, hogy távcsöve nem volt, tehát tényleg csak ilyen pöttyöknek látta még a bolygókat is. Aztán, amit szeretnék még megmutatni ezzel a planetárium programmal, az a következő. Megnézünk egy napkeltét, hogy hogy néz ki egy napkelte. Nézzük csak, mondjuk elmegyünk idén március 20-ára és visszatekerem az időt a napkelte környékér 5 óra 29 perc van, itt dereng szépen az ég alja, és akkor percről percre ugráltatom előre az időt, és látjuk ott pont, ahol a K betű ki van írva a horizontra, ugye a Planetárium program kírja valóságba persze nem lesz ott, ugye pont arra van a kelet, március 20-án keleten kell fel a nap. Hoppá rossz gombra nyomtam, bocsánat, itt jön föl, és lényegében 6 órakor kell fel a nap pontosan keleten. Egy másik napot ha veszünk, mondjuk egy nappal előbbre megyünk. Akkor vissza tekerem, hogy épp a nap keletét szúrjam ki, akkor már egy kicsit éjszakabbra kell a keleti ponthoz képest a nap. Még most több napot előre megyek, csak közben az órával is vissza kell tekernem, mert a más időpontban is kell a nap. Látjuk, hogy mondjuk március 28-án már érzékelhetően elmozdult a nap kelési pontja északi irányba. Legészakabbra a nap a nyári napforduló idején kell, ami ugye június 20-21-e, ez attól függ, hogy pontosan hogy jön ki a szökő év, most nem néztem meg ezt fejből, hogy pont 20 vagy 21-ére jön ez ki, akkor megnézzük, hogy hol kell fel a nap, ott bújik fel a nap, 5 óra 5 perckor, olyan nyári időszámítás ebben most nincsen benne, 5 óra 5 perckor, majdnem észak-keletig irányba elmegy a nap. Ez a nap legészakibb kelési pontja és ilyenkor visszakicsinyít ö, a nagyítást lecsökkentve, és aztán begyorsítva az egészet, ilyenkor a nap jó magasra emelkedik az égbolton, és utána nyugszik le. Ezzel szemben télen, meg nem északkeleten, hanem inkább délkeleten kell a nap, és egy laposabb ívben megy. Nos, hát remélem, hogy ezt azért mindenki tudta, és nem most találkozott először ezzel, általános iskolába is tanítják, de ami miatt ezt szerettem volna így élőben is megmutatni, az a következő. Mit ismertek a régi emberek az alapvető csillagászati jelenségekből? A múlt ködébe vésznek a következő ismeretek. Tulajdonképpen valószínűleg már az ősember ismerte ezek egy részét. Az első. A nap kelési és nyugvási irányának összefüggése az évszakokkal. Ezek a dolgok, hogy nyári és téli napforduló napi egyenlőség, ezek, ha nem is ezen a néven, de biztos, hogy ismertek voltak a régi embereknek, például a bevezetőben mondott megalitikus kultúráknak a kőköreiben megvannak ezek a fő irányok, hogy milyen irány a legészakibb, meg legdélebbi irány, ahol a nap föl kell. És hogyha azt érszelték, ér hogy na, itt kelt a nap, akkor tudták, hogy nyári vagy téli napforduló van. Vagy a megalitikus kultúrák épületeiben is a nevezetes irányok ö, sokszor jelölve vannak. Aztán tudták az év hosszát. Itt ö, egy megjegyzést kell tenni, a mai ember számára meglepő, de az ősi emberek számára nem volt nyilvánvaló, hogy minden év egyforma hosszú. Hát, hogy, hogy, ez nem volt nyilvánvaló? A természetben rengeteg ciklus van. Tehát például a folyóknak az áradása, vagy a vadállatok vonulása, sok ciklikus dolog van a természetben, de ezek sose egzaktul egyforma hosszúak. És ezért a régi ember azt is gondolhatta, hogy az év hossza se feltétlen tökéletesen azonos számú napból áll. Most modern, felsőbb rendűséggel mondhatnánk azt, hogy hát miért nem számolták meg. Hát nem olyan egyszerű ám azt megszámolni, hogy például mikor kell pontosan keleten a nap, hiszen lehet, hogy épp azon a napon mondjuk felhős az ég keleten, és nem tudjuk azt a napot pontosan megállapítani. Minden esetre a babiloni csillagászoknak köszönhetjük azt, hogy megállapították először azt, hogy kb. 360, aztán szóval kicsit később, hogy 365 nap az év hossza, és hogy ez fix. Valószínű ez csak találgatás, hogy a 60-as rendszerükben a mezopotámiai kultúrának ez a 360-as számi szerepet játszott, ugye az 6x60, és az úgy szépen kerekre jött ki ez a dolog illetve a fogbeosztásunkba is szerepet játszik. Ez azt jelenti, hogy napról napra az égi háttér előtt, a csillagok háttér előtt a nap kb. egy fokkal kerül odébb, ahogy mozogni látszik az égi háttér előtt. Aztán ősidőktől foglalkoztak a csillagászok, a látszólagos keringési idők, tehát a földről látszó keringési időknek a pontos meghatározásával. Például babiloni csillagászok két telehot közötti időt egy másodperc pontosan tudták megadni. Na most ilyenkor szoktak előjönni az ősi idegenek, meg ufók, meg nem tudom, milyen ökörségeket beszélnek sokan, hogy hát ez, azok a primitív emberek biztos nem tudták ezt így meghatározni, biztos segítettek nekik valakik. Hát ugye remélem, hogy ö, a hallgatóság eleve már ezt visszautasítja, hogy primitívnek nevezzük ezeket a régi embereket, nagyon is okosak voltak, nem voltak még annyira fejlett műszereik, de az agyuk az ugyanannyira fejlett volt, mint a mai embereké, pontosan tudjuk, hogy hogy állapították meg egy másodperc pontosan a két teli hold közötti időt, szép türelmesen, sok generáción, több száz éven át feljegyezték a teli az idejét. És lehet, hogy egy adott teli csak mondjuk néhány óra pontossággal tudták, tudták be, hogy na most van a teli hold. Csak hogyha ezer teli hold idejét nézzük összességébe, akkor az ezer teli hold összidejét leosztjuk ezerrel, akkor ezredelődik a hiba is, és akkor azzal már szépen be tudunk a másodperc tartományba menni. És bizony, ezeknek a mezopotámiai csillagászoknak ezer éves távlatba, tehát több ezer holdciklusnyi megfigyelésük volt. Tudjuk azt is, hogy alkalmazták a navigációban, főleg a tengeren, égtáj meghatározásra rendkívül alkalmasak voltak ezek a jelenségek. Nem csak a csillagok éjszaka, hanem a nap és a hold járását, aki ismert az nappal is föl tudta ezt használni. És az ókori ember rengeteg érdekes egyedi eseményt megfigyelt és leírt. Nagyobb napfoltok néha szabad szemmel látszanak, robbanó csillagok, szupernovák, üstökösök, nap- és holdfogyatkozások. Ezek értékes leírások voltak. Ezek értékes, hogy leírták ezt az emberek. Itt azért meg kell említeni, hogy mivel ezeket nagyon nem értették, ebben valóban sokszor valamiféle égi jelet láttak, az üstökösöknek általában negatív dolgot tulajdonítottak, a szupernóváknak, tehát ilyen felragyogott csillagoknak, azoknak sokszor pozitív tulajdonságot gondoltak, de hát ez nem a csillagászata tartozik, úgyhogy ezzel most részletesen nem foglalkozunk. Látni fogjuk a következő részekben, hogy nem mindent sikerült az ókori embernek fölfedezni. Hát nagyon sok mindenben tévedésbe volt. Például ugye az ókor végén az lett az uralkodó elmélet, hogy a Föld áll a mindenség középpontjába. De a, ebben a tárgyban megtanultuk, hogy nem szabad a régi embereket ezért <kül> kinevetni vagy megmosolyogni, mert tudjuk, hogy nagyon nagy nehézségek voltak a megismerés előtt. Például rendkívül nagyok a méretek. Olyan nagyok a méretek, hogy józan észre is nehéz belegondolni ezekbe a méretekbe, és ha azt mondanánk, hogy tervezünk egy univerzumot magunktól, akkor valószínű egyikünk se rakná tele ekkora üres részekkel a bolygók, meg pláne a csillagok közötti tereket. Hogy néhány adatot mondjak erről ezekről a nagy méretekről. A Föld átmérője kb. 12.600 km. Megjegyzem, ezt, kb. ezt, a görögök is tudták már, majd ezt rövidesen tárgyaljuk. Aztán a hold távolsága kb. 30 föld átmérő. Tehát, hogyha méret arányosan le akarnák rajzolni, akkor lerajzolnánk mondjuk egy 1 centi átmérőjű kört az lenne a föld, és akkor 30 centire tőle lenne a hold, ez még rendben van. De a nap, már sokkal messzebb van, 12 ezer földát mérőnyire van, a legközelebbi csillag pedig 3,2 milliárd földát mérőnyire van. Na, ezek a csillagászati számok, amiket szoktak emlegetni, hogy nagyon hamar nagy számokat kell használnunk, hogy leírjuk ezeket a távolságokat. És a köztes rész pedig mondhatni üres. E nagyon észszerűtlenül hangzik, hogy így nézzen ki az univerzum. És ö, sokáig tartott az emberiségnek, amíg ezt elfogadták. És az ilyen nagy méreteket nagyon nehéz számolással is, meg méréssel is ö, befogni. Aztán a következő nehézség, ez a ma már tudjuk, ez a cím ennek a diának, ezt mindig vegyük figyelembe, ma már tudjuk, hogy hiába van az, hogy a Föld forgásából nagy felszíni sebesség adódik, de nem a sebesség számít, abból, hogy érezzük -e a mozgást, hanem az, hogy nagyon pici a gyorsulás. És ezért nem érezhetők, vagy csak speciális műszerekkel érzékelhető, például a Föld forgásának a hatása. Aztán a következő nehézség. A Föld és a bolygók is keringenek a Nap körül, és amikor a Földről nézzük a bolygókat, akkor mondhatni az egyik körhintáról nézzük a többit, és ezért nagyon bonyolult a bolygóknak a mozgása. Ez is nehezíti a, a égitestek természetének a felderítését. Aztán a Föld ráadásul évezredes időtávlatban billeg, mint egy búgócsiga, és ezért kicsit más tengely körül látszanak az álló csillagok mozogni. És ma már tudjuk, hogy a csillagok se örök létűek, de a csillagokon változás csak sok ezer év alatt következik be, és ezért az ókori embernek az az elképzelése, hogy ezek fix időben állandó dolgok, helyes volt a maguk időskáláján nézve. Valamint ugye a műszerezettség is hiányos, ugye nincs távcső az ókorban, és ahogy az előző előadásokban megtanultuk, nincs pontos mechanikai elmélet, tehát az elméleti vizsgálatokat se e, tudták elvégezni ezek az emberek. Ezért nem lepődhetünk meg azon, hogy e, e, fura elképzelések születtek. Az ókorban, például az ókor elején még laposnak gondolták a Földet, de erről majd a következő videóban beszélek.